szeretnék elnézni, és kérni a sok sületlenség miatt. Tudom, hogy egy ilyen est aranik, ami én megértem, hogy humoros nyelv hülyeségek. De inkább arról kéne szüljön a hülyeség, hogy támadj egy hülyeség, arra megy egy valami. Kérlek szépen, tudja meg, hogy nagyon sokat előre haladtunk, és egy olyan létesítményt tudtunk létesíteni, amely önmagában is egy létesítmény. Tehát kérlek szépen, mi olyan nagyon sok kommentáció volt, az emberek a filmeket nem értik, a feliratokat nem lássak rendesen, megalkottuk az első székely lefordító szinkron stúdiót. Székely azt használnak, megalkossuk az igaz szó a székely szinkron stúdió, nyilván vagyunk ki olyan, ahol kapasos bevet, az adókat fizettük eddig. Így van, na hát akkor neki fogtunk kísérleti jellekkel, három nagyon vagán, vagyis hát pontosan az első egy nagyon vagán szerial, amit nagyon sokan néztünk, ugye az első az a Dallas, Székely címár az olajba az a zsíros üzemvilás tányánkkel. Szőven Székely kapja Guzsakati aprazáros. Így van. Cseré Székely kapja Borkany Arbja buszsofér, már nagyon jó órákettes. Pamela, az én vagyok, mert én vagyok a patron, a Min Harger, hogy a Lagrő Tanzsán vizéket, amikor kemény. Így van. A következő filmünk az a Jurassic Park. Székely cím már fikuszok között leskelődő morcos gyíkok, amelyeket vágják a mutrátot. A Bornyuzavró Székely hangja a Kuriga István bácsi nyugalmazott kantor, feleségnek a barátnője és annak a volt szeretője, de nem akarom most ebbe így belemenni. A Csehszázaurus Székely hangja annak a szeretője. És a másik annak a barátja. Így van, de amelyik volt előtte, az. Igen. A következő film, amit reszinkronizáltuk, az a Stan Sibran. Stan hangja Bran, Bran hangja Stan, mert nem volt pénzük kifizett a szinkron hangot. Állító szó. Na most kérem szépen azért, hogy a jövőnek valamit népítsük, valamit csináljunk. Kérem szépen át a stúdió és saját költségvetésű filmet forgatott, amelynek egy rövid előzetesét tudtuk összeharapni. A kérem szépen nézzük meg a címet. Egy szép szerdai napon álltam meg hezzá a traktorgumival a gyakadba, hogy megmentsem az életedet a fürdőkalapon, a pénzemet nem adtad meg. És akkor most nézzük meg azt a kicsi részt, amit sikerült eddig belőle megvalósítani. Csingacsuk, minek olyan hátra a Druzsbába? Menj oda, mi tanulod a románt, hogy EU-túj,
horroros filmük, az ilyen háziasszonyos horroros film. Fiatal asszonykáknak készítettük. A címe a beszélő zapuszka. Ebből is egy kis részletek. Enikő. Valaki van a kamera? Ha nem tudom, Ines van napok óta, érted? Hallom, hogy valaki a kamera... Valaki úgy beszél, és a fél van hallva. Igen, Ines, hogy valaki kaharinkodik a kamera alba. Nem tudom, mit csinálni. Mondtam Lainak, de azt mondja, meg vagyok borultulva. Ma a nyolcszanak szörvettem végül. Tehát valaki, tényleg valaki nagy akar, valaki nézve? Hallod, de gyere, menjünk, nézzük meg az ajtóra, meg mász el állni. Én megalkozom. Nyissuk ki az ajtót. Kamera. Ez a beszélő zapuszka. Én vagyok a beszélő zapuszka. Beléröltödök a maszlinás borkányba. Megvettet egy fuszújtába. De a borkán szarnyos, a fedélyek közé elfelejtettet egy majlom tenni. Azért most egy úgy megvettetem, érted, de jól most idalódok a fedővel. Csakkor úgy megvettetem, hogy az amuszka a peleteket belőlük égetitek. Ebből is erről van, megjelenítünk, megfogadom. Menjen és nézze meg a pornósos filmjeinket, mert azok aztán nagyon tanulságos, hogy fiatalokban szeretik. Igen, hát ebből is az elsőt a szinkronizáltuk, az Emanuel, ennek a székely címe Lekkel hajlad az alsói a disznóport előszobája. Így van, hát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó volt, és nagyon nagy sikerrel tekintettel csinálunk, és a költségvetésünk pornósos filmet is, amit ismertessünk. A címe... Az, hogy a villanyszerelő más konnektorba nyúl. Ennek is hatalmas sikere volt, és ennek legyártottuk a második részét is. Minek a címe az izmos villanyszerelő a fázis ceruzájával megtalálja a táskét. Az utolsó ilyen típusú filmet, amit leforgattunk, annak a címe a burok eltűnt az ágyásból. Hát elsősök is rövid részlet. Ennyi van meg! Nem, 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 nem